Legion lecke. Tippek, trükkök, taktikák a honvédelsport edzőitől. Keresd minden nap a honvédelsport YouTube és Facebook oldalán, valamint az esport1.hu-n. Sziasztok! Ez itt a Honvéd Esport Akadémia oktató minisorozatának első része, és majd egy érdekes popflash fogunk megnézni Infernóra. Az első dolgotok az, hogy középen kilövitek az ablakot, majd beálltok ebbe a sarokba itt, megkeresitek az ajtó szélével a patkán körülbelül ezt a részt, és a futásból és ugrásból eldobjátok a flash-t. Mindeközben egy társatok már itt fog várni a lépcsőn, és amikor robban az a flash, egyszerűen csak kinéz az apira, és lelövi azt, aki itt védene. Ugye az apinak nem sok esélye lesz elfordulni ezzel a flash-ről, hiszen csak puff, beesik elé, és már fel is robban. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok, Gabi vagyok. A gránátokkal fogunk foglalkozni az első pár leckében. Az elsőnél a molotovra gondoltam, egy érdekes tulajdonságát mutatom be nektek. Előnyt ad nekünk vizuálisan. Minél közelebb vagyunk hozzá, annál jobban átlátunk rajta. Tehát ha megnéztétek innét, akkor egészen szépen átlátunk rajta. Minél távolabb vagyunk, ugye annál nehezebb dolgunk van ebben. Szóval Infernón szemléltetem ezt nektek. Nyugodtan dobáljátok AWP-vel különösen jó, közre a molotovokat, és píkeljetek belőle. Elég nagy előnyt ad, természetesen túl sokszor ne játsszátok el, mert egy idő után kiszámíthatóvá váltok. Sziasztok, Cobain vagyok, a mai Legion leckét én mutatom, mert láttam a Majoren egy nagyon jó füst-flash kombinációt a Vici Gaming Vitality mérkőzésen, a kínaiaktól láttam. BVD-k egész egyszerűen annyit csinált, hogy itt állt a koporsó leges legvégén. Becélozta ennek a két hordónak a találkozását ebben a legfelső csíkban itt a hordón, és egész egyszerűen csak píkált. Ahogy jött az ellenfél, kidobta ezt a füstöt, és utána dobott egy flash-t, amiben már bele is mozgott, mert bele is kell mozogni, hogy ez ide essen. Ez a füst ugye ide esik, át is tolhatják esetleg a rásoló terrorok, mert közben a társa itt várta, hogy ez a flash robbanja. Ahogy robbant a flash, kivéve, és aki áttolta, azt lelőtte. Ezt a kört egyébként meg is nyerte ezzel a Vici Gaming. Mutatom még egyszer, érdemes begyakorolni ezt a füstöt. Kicsit arrébb dobjuk, már nem úgy esik, tehát a két hordó találkozásra belőjük a füstöt. A flashbe pedig bele is kell mozogni egy nagyon picit, mikor eldobjuk. Ennyi lett volna, köszi szépen. Sziasztok! A mai videóban egy érdekes molotovot fogunk nézni Mirázsra. Ugye amióta megváltoztatták ezt a sarkot és lekerekítették, azóta jóval egyszerűbb a pala alját kimolotovozni, úgyhogy ezt fogom megmutatni most nektek. Beálltok így szemben ezzel a fallal, becélozzátok ezt a hajlított falat, nekifuttok és eldobjátok a molotovot. Ez pont beesik ide a pala alá, és elmolózza a nagy részét. Köszi szépen a figyelmet! Ali, egy füstöt fogok nektek mutatni középre, ami kitakarja a közép VP-nek a map control-ját, illetve vision-jét. Ide álltok a hordóhoz, oda céloztok és jumpról megdobjátok, és egy tökéletes füstöt kaptok ide középre, ami kitakar mindent. Köszönöm szépen a figyelmet! Szervusztok, Gabeszom vagyok ismét, ha megint hallottok, megjöttem valakit, az szintén kolor lesz. Nagyon egyszerű kis trükköt hoztam el nektek ma. A lényeg az, hogy a koncentrációnk mindig a toppon legyen. Itt Mirázson szemléltetem nektek a lépcsőn, azt hiszem, hogy itt lehet a legjobban, amikor házra nézegetünk rá. Ugye két lehetőségünk van, hogyha mondjuk innen szeretnénk nézni a ház. Az egyik az, hogy rátartunk valamilyen módon, és folyamatosan tartjuk végig az egészet. A másik lehetőségünk, ami a jobb lehetőség, amit akartam nektek mondani, az egyszerűen az, hogy időközönként nézünk rá. Ez annyiban lesz nekünk előnyös, hogy egyszerűen egy ilyen mentális koncentráció, fókuszbeli előnyünk lesz. Tehát amikor rátartunk folyamatosan, és az ellenfelünk jön, ő folyamatosan koncentrálva fogja ezt megtenni, és folyamatosan újabb-újabb kis területeket néz, és egyszer csak kipukasztja a fejünket, amikor ott fog tartani. Azért, és mi pedig egyszerűen
rátartasz folyamatosan, lankadni fog a figyelmed, emberek vagyunk, ilyenek vagyunk, ez van, nem vagyok jó biológiában, nem tudom, hogy mi a pontos oka. Minden esetre saját tapasztalatból mondom, hogy így van. Tehát, amikor bizonyos pozíciókat letartunk, nem mindig, tehát ez nem egy örökérvényű szabály, de elég sok esetben hasznos lehet nektek, akkor próbáljátok meg azt, hogy időközönként tartjátok, időközönként néztek rá, nem pedig folyamatosan, ezáltal sokkal jobban oda tudtok majd figyelni, és gyorsabb reakcióidőt tudtok elérni. Köszönöm szépen! Sziasztok! A mai videóban egy hasznos molotovot fogok mutatni overpassra. Álljatok be ebbe a sarokba, körülbelül célozzatok így. Egy picit kell csak belefutni, és a molotov az rápattan a lerakóra. Ez hasznos lehet akkor, hogyha CT-ként meg akarjátok akadályozni, hogy lerakják a bombát, vagy akár akkor is, hogyha T-ként a lerakott bombát akarjátok védeni. Meg lehet dobni ezt a molotovot úgy is, hogy elfüstöltek titeket a terroristák, és úgy akarjátok megakadályozni. Körülbelül ennek a négyzetnek a közepére kell célozni, és be kell ebbe a vonalba húzni a célkeresztet, és megint egy picit bele kell futni, és pont oda esik a lerakóra. Mondom, mindkét oldalnak nagyon hasznos lehet ez a molotov, használjátok. Köszi szépen a figyelmet! Sziasztok, Cobain vagyok, a mai Legion leckében egy overpassos popflash-t fogok nektek megmutatni, Stewie flashként ismerem, én is tőle láttam, hogy jelenleg a Liquidben játszik Stewie. Valószínűleg többen már ismerik ezt a flash, de akiknek nem, azoknak nagyon hasznos lehet ahhoz, hogy ebből a kötőből úgy tudjunk kimenni ezen az ajtón, hogy vakok legyenek odakint az ellenfelek. Ide kell begugolnunk a sarokba, és megcélozni a lépcső peremét, ahol ez a kosz van, a közepén. Mikor kimegyünk, szépen mindenki vak lesz. Van egyen jobb verzió ennek a flashnek, ha nem ezt a peremet célozzuk, hanem ezt a kis koszfoltot, amit közel van hozzá. Azért jobb, mert én meg is pattan ezen a peremen, és jóval rövidebb ideig látja a kint lévő ellenfél ezt a flash, kevesebb ideje marad elfordulni. Megmutatom a kettőt együtt, hogy lássátok a különbséget, itt az első, itt a második. Ugyebár ezt ilyen sokáig látja az elsőt, a másodikat még nagyon rövid ideig, jóval kevesebb ideje lesz elfordulni, könnyebben le tudjuk lőni. Kicsit nehezen megdobni. A dobás előtt egyébként nem árt ide dobni egy füstöt. Kicsivel ellenfelek azért ne lőjenek el, minket szépen megdobjuk. És már mehetünk is ki. Ennyi lett volna. Köszi szépen.